Sok szeretettel köszöntöm Önöket. Farkas Imre vagyok, valamikor okleveles gépészmérnökként végeztem a Műszaki Egyetemen, aztán épületfelújítási szakmérnöki diplomát is szereztem. Imáron 25 éve dolgozom annál bizonyos Dörken cégnél. Ez egy németországi családi vállalkozás, magyar leányvállalata. 1993-ban alapították Magyarországon. A mai konferencia témája víz, környezet, Elgondolkodtam, hogy vajon mit tudnék én itt a vízzel kapcsolatban mondani önöknek valami szépet. Azt gondoltam, hogy ennél jobb nem kell. De hát ennek az épülethez. Víz az rossz helyen van, ugye kívül van az üvegbe, illetve hát talán ha az van benne, aminek gondoljuk, akkor mégis jobb, ha kívül van a víz rajta. Miért hoztam ezt ide? Azért, mert ez a jelenség amit itt ezen az üvegen látunk, ez az épület szerkezetben is meg tud valósulni. Sajnos. Mi történt? Kivettem a hűtőből a hideg sörös üveget, a meleg beltéri levegőben lévő magasabb páratartalom egy része kicsapódott a, az üveg külső felületén. Mit jelent ez a, az épületekben? Ha engedem, hogy az épületszerkezetembe a beltéri felfűtött téli időszakban beltéri felfűtött meleg levegő hozzáférjen a hidegebb rétegekhez, akkor bizony ott meg fog jelenni ez a bizonyos sörösüveg, és ennek sajnos igen kellemetlen következményei is lehetnek. Ugye ez a bizonyos kondenzáció. Ezt általában így szoktuk ismerni, helytelen például ablak beépítésnél, egyébként is ugye szegény szerkezet egy kicsit a, a, a Achilles sarka az épületnek, általában szinte minden üvegezett szerkezet, és még pluszba aztán lehet vele egy csomó hibát elkövetni. Miért? Miért történnek ezek a problémák? Azért, mert a pára az egy nagyon kis molekulája a résztvevője a levegőnek nagyon aprócska a molekula, és bizony hajlandó akár még a szerkezeteken is átmenni. Hát ha meg a levegő tudja szállítani, akkor nem is beszélünk. Miért akarna átmenni, miért akarna a hideg épület szerkezetemhez hozzáférni a beltéri meleg pára? Hát egész egyszerűen azért, mert ha a beltérben a tervezési állapotot feltételezzük, tehát 20 fok, 50% relatív páratartalmat, akkor ott egy normál légköri nyomású levegőben, ami egy ilyen 101 vagy paszkál környéke, ebben a levegőben az 50 nyi relatív pára majd fogom talán mondani, hogy mennyi is ez, egy kb. 8,65 g víz gőz köbméterenként, ennek van egy nyomása, ez 1170 paszkál. Ez egy nagyon pici nyomás a 100 ezerhez képest, igen ám, de mi történik kint? Múlt héten volt nálunk is, régóta nem volt ilyen, hogy 10 fok környéki, mínusz 10 fok környéki hőmérséklet volt. 80%-os relatív páratartalommal olyan kevés vízgőz van jelen a levegőben, vagy tud jelen lenni, hogy még 80%-os relatív páratartalom mellett is a vízgőz nyomása mindössze 208 paszkál. Tehát mit jelent ez? Több mint ötszörös nyomással préselődik folyamatosan át a szerkezeteinken ez az iszonyú picike vízgőz molekula. És ez megteszi, tehát ez semmiben sem uh, különbözik a, a légnyomástól, ez a nyomás különbség. És mi történik, ha lukas a szerkezetem? Hát mi történik a gumiabroncsal, ha fölfújtam és az autón kerekét körbevágom egy snitzellel? Hát kijön belőle a levegő, pedig abban nincs ötszörös nyomás, Kettő? Kettő és fél? Három, attól függ, hogy milyen autóról beszélünk. Hát ugyanezt történik az épület szerkezetemben. Ha hagyom, hogy ez a többszörös nyomású vízgőz akadálytalanul másszom be a szerkezetben, magyarul lukas a szerkezetem, akkor ő bizony megy is nagy tempóba, elérve a külső hidege felületeket, azonnal kicsapódik, ha kellően hideg van, ugye esetleg a mínusz 10 fok, hát akkor bizony jég lesz belőle minden további nélkül. A Tübingeni Egyetem készített egy ilyen kis demonstrációt, ezt valószínűleg már sokszor látták. Egy négyzetméter zárt felületen naponta 10 g vízgőz képes átdifundálni, azaz a szerkezet molekula rácsai között átvergődni nagy nehezen. Igen ám, de ha egyetlen egy méter hosszú, egy milliméter széles hézagot ejtek, a szerkezetemen, azon egy nap alatt 360 g vízgőz, azaz majd egy korsónyi víz képes bejutni a szerkezetbe. Ha a külső oldalon kellően hideg van, akkor bizony nem csak, hogy bejut, hanem nagy része benne is marad. És ez a vízgőz benn marad azokban a hőszigetelésekben is, hőszigetelésnek nevezett különböző anyagokban, amelyekre azt mondják, hogy ő érzéketlen a párára. Németországi fotót mutatok, polőretán hab, vízszig, vagy hőszigetelés, tetőben visszabontva, ahogy elvágták a kollégák. Jól lehet látni, hogy tele van penésszel. Miért? Azért, mert ahol nedvesség van, hőmérséklet van, nulla vagy annál egy kicsivel, nagy Isten több is, ott a penész, ha tartósan nedves környezet van, a penész meg fog jelenni. Akár tetszik nekünk, akár nem. <kül> Pedig ez egy nagyon jó trendi, egy okos gondolat, hogy csináljuk abszolút homogénné azt a bizonyos termikus burkunkat, a, a környe, tehát a, a környezettől válasszuk el egy folyamatos, homogén hőszigeteléssel az épületünket, adott esetben a magas tetőbe tegyük a szarufa fölé a hőszigetelést, és akkor ezzel abszolút rende vagyunk. Ezt ugye immáron lassan 10 20 éve propagáljuk Magyarországon is. Csak az a baj egy kicsit, hogy a tudományt mindig, vagy mostanában már leginkább a gyártók próbálják a nagy közönséggel megértetni, eljutatni hozzájuk. Sajnos meg kell valljam, ugye én is egy gyártót képviselek valamilyen szinten, meg kell valljam, hogy a mi anyacégünket kevésbé érdekli, hogy a magyar tervezők, kivitelezők vagy műszaki ellenőrök mennyire vannak toppon őket, egy érdekli leginkább, még ha családi vállalkozás is, ez, hogy mennyi a pénz, mi jön be, mennyit adunk el. Tehát a gyártói kommunikáció, az esetek tisztelt a kevés kivétel, esetek túlnyomó többségében, arra megy, hogy adjuk el az anyagainkat. Én szeretném, hogyha uh, szeretem, ha mi anyagainkat veszik, de számomra, vagy én úgy gondolom, én már lassan 25 éve, mióta a cégnél vagyok, hogy számomra fontosabb, hogy jó épületek épüljenek. És ne tudjak ilyen fotókat készíteni. Ez egy uszoda, ha már vízről van szó. Ha jól emlékszem, 8 év alatt Adta meg magát a 80 centi magasságú. Aha, igen. Látszó szarufa. Miért? Hát mert Lukas volt a rendszer. Megcsináltuk szépen, mert <kül> ahhoz hála Istennek értünk, hogy szépet találjunk ki. Jó lenne, hogyha szerkezetet is tudnánk mellé tenni, és akkor nem készülnének ezek a fényképek. Erről nem is beszélek különösebben sokat. Ez ugye a, az a tőlünk Északra lévő országból származó e, tyúkol konstrukció, egyetlen ív, ez mindenre megfelelő, ugye? Hát látjuk, hogy, hogy rohad, e, és folyik belül mindenütt a víz. Ez is egy tanúszoda egyébként. Ebből nagyon sokat készítettünk Magyarországon, sajnos, mert a korrekt rétegrendi és páratechnikai átgondolás nincs mögötte. Hamar-gyorsan eladtunk valamit jó pénzért, és aztán, hogy mi történik vele, és mi történik azokkal az emberekkel, akik ebben próbálnak <kül> valamilyen tevékenységet folytatni, az legyen az ő bajuk. Ez az egyik ilyen jelentős probléma, tehát ezt át kellene gondolnunk. A másik, amikor, én mondtam, hogy eredetileg gépészmérnök vagyok, amikor a gépész oda keveredik, és hát ő ugye, ha fóliát lát, vagy egyáltalán légzáró épület szerkezetet, akkor az esetek 90%-ában kapkod a szike után, és mert hogy azon neki mindenképpen át kell mennie. Jó lenne, és bocsánat, hogy ö, ilyen ötleteket adok. Jó lenne, hogyha a szakági tervezővel együtt születne meg az épület terve, és akkor nem történnének ilyen átvezetések, mert egy ilyen átvezetést utólag kezelni szinte lehetetlen. Tehát ez lyukas maradt. Örökre vasalva, ö, rende. Vannak természetesen olyan maszatok, ö, bocsánat, tehát csomópont képző ecsettel felhordható légzáró tömítő anyagok, amelyekkel többé-kevésbé megoldható, de akkor is csak széthúzva. Tehát nem lehet csomagba átvinni kábeleket légzáró rétegen. Én elhiszem, hogy építészetileg úgy lenne jó, hogyha egy helyen menne át minden, szét kell húzni, hogy azt lehessen tömíteni, és ha lehet, akkor mezőben átvinni, ha muszáj átvinni. Így egyesével azért láttuk ott, hogy mekkora kötek volt, ezt egyesével átvinni, azért ez feladat. Vagy pedig már a tervezésnél gondolni arra, hogy lesz egy légzáró rétegem, és az előtt viszek el mindent, hagyok ott egy szerelő réteget, és ott jöhet, mehet a gépész mindenféle vezetékével, csövével és egyéb eszközével. A másik dolog... Amikor faszerkezetek mennek át, ugye az előbb mutattam már, hogy a látszó szarufa átszaladt az épület burkon tulajdonképpen a beltérből a kültér felé, és ez bizony problémát okozott. Amikor faszerkezetnek kell átlépnie, akkor időben kell gondolkodni. Itt ennél a háznál a tulajdonos gondolkodott időben, azt mondta, hogy ez a részelem, ez látszani fog az ő nappaliában átbeszéltük, mondtam neki, hogy jó rendben, tessék fölrakatni a légzáró rétegből egy csíkot, még mielőtt az első szarufa fölkerül a rész elemerre. Itt tetszenek látni, itt lóg. Mi lesz ennek az eredménye? Hát akkor, amikor majd rakják a szarufa alsó síkjára a légzáró réteget, akkor csak ki kell hajtani, hozzáragasztani, és kész. Meg van oldva. Míg hogyha ez ez egy fűrészáru, ugye ez a tarészelemen, ezt nem lehet légzáróan megcsinálni, mert repet kollégák. Tehát ez esélytelen. Így nézett ki ez a kis családi ház, amikor épült rajta a tetőfóliával, és ott lifeg a szép kis fóliacsík, majd pedig hogy az összes ilyen nyomorú csomópontot megkerülte, és abszolút tisztán meg lehetett oldani a feladatot. Látszó szarufa. Ugye erről beszéltem. Nagyon-nagyon ritkán látok átgondolt látszó szarufás tervet. Pedig minimális dolog kellene, és én javaslom, hogy a honlapunkon is, majd vetítem a címét, létezik, léteznek csomóponti rajzok. Ez egy látszó szarufás csomóponti rajz, egy ereszvonal, direkt <coughs> ezt vettem ki remélem a webináriumon is majd fog látszani, amit mutatok. Ugye koszorú, talpszelemen, a látszó szarufám az ez. Ez neki szalad csak. Tehát csak neki szalad a talpszelemennek, és ott a vége. Az eresz csomópontot a hőszigetelésbe beszúrt, plusz szarufa véggel szerkezetépítő csavarral oldom meg. Mi ennek az eredménye? Egyrészt a légzáró réteget végig tudom vinni egészen a koszorúig. Ugye itt teljesen homogén lesz a hőszigetelő rétegem a tetőn és a falon, tehát végig tudom folyamatosan vinni, zárt lesz, hőszigetelt lesz, működőképes. Arról nem beszélve, hogy az eresz csomópontom nem lesz 60-70-80 cm vastagságú, hiszen olyan vastag szarufát szúrok be, amire éppen statikailag szükség van, vagy esztétikailag szükség van, nem pedig viszem ki a látszó szarut is, plusz még a vendég szarut ugye az emelést a hőszigetelés miatt. Tehát például a kokájét, én ezt jó szívvel ajánlom a figyelmükbe, hogyha ilyen kerül, akár kivitelezés során, akár pedig tervezőasztalon, akkor látszószalú álljon meg a koszorú tetején, a talpszelemen mellett. Statikailag is messze jobb a helyzet, hiszen nem vesz igénybe csavarásra a talpszelemenet, talpsze hanem ö, gyakorlatilag csak letámaszkodik a koszorúra a szerkezet. És hát az ilyen, ja, itt, az ilyen terveket pedig, hát ha lehet, akkor próbáljuk meg elkerülni. Itt jól lehet látni, hogy ezek a gerendák, ami egy tényleg látványos, tehát szép lesz ez, ha elkészül, de ember legyen a talpán, aki ezt körbe hímezgeti légzáró réteggel. A kollégám, néhai kollégám ezt megpróbálta, nekifutott, nem volt egyszerű feladat szépen végig körbecsomagolni az összes ilyen fa áttörést, és ezt csak akkor tudom megtenni, hogyha a fa az rétegelt ragasztott tartó. Fűrész áru az át fog repedni, kollégák, tehát az esélytelen. Ha ilyen van, akkor vagy előre gondoskodom arról, hogy a légzáró réteget hol fogom vezetni, vagy pedig rétegelt ragasztott tartóból vannak a légzáró rétegen átvezetett faszerkezetek. Így kellene ezt is szépen körbe, és aztán mindenféle tömítő, ragasztó masszákkal megoldani, és kész van. Uszodáknál, hiszen vizes helység, uszoda, otthoni wellness részleg, mert ugye ma már a családi házban is szerintem ott lent elég sok kiállítás van, hogy arra vonatkozóan, hogy nem egy egyszerű fürdőkádról, meg egy mosdókagylóról beszélünk. Az otthoni wellness részleg nagy páraterhelés, ott nem 50% relatív páratartalommal kell számolni, és nem is 20 fokkal. Lényegesen magasabb hőmérséklet, lényegesen magasabb relatív páratartalom, tehát ott a nem ötszörös, hanem adott esetben tízszeres nyomás is létrejöhet a pára viszonyok miatt. Erre bizony egy folyamatos, nagy pára ellenállású légzáró réteget. Példának okáért ugye itt egy csarnoktetőn, egy trapézlemezes csarnoktetőn látjuk az öntapadó 1500 méteres SD értékű, tehát 1500 méter levegő pára ellenállásának felel meg maga az anyag. De azon már ugye elég nehezen vergődik át a pára. Ami nagyon fontos, viszont meg lehet csinálni légzáróan. <kül> Ez is egy uszoda felújítás előtti kép, természetesen itt is ilyen 10-12 éves uszodáról beszélünk. Mindenütt jégcsap volt, csak télen, tehát azért ezt tegyük hozzá. Viszont muszáj volt felújítani, mert a, a szerkezetben mindenütt korhadások, és gyakorlatilag a teljes tetőszerkezet tönkre ment ennyi idő alatt, úgyhogy... Komplett csere történt, trapézlemez ö, került a szelemenekre, és <coughs> ez a bizonyos Neova 1500-as párazáró réteg egy ö, nagy teherbírású, nyugodtan járható még a völgyekben is, tehát teljes felületén öntapadó, még a völgyekben is nyugodtan lehet rajta sétálni, persze nem szöges cipővel, tehát azt tegyük hozzá, és hogyha egy kicsit nedves, akkor meg nagyon csúszik, tehát a munkavédelmi szabályok betartásával. Ami viszont nagyon-nagyon fontos, és hoztam is egy kis mintát, amit megpróbálok most gyorsan előkapni. Ami érdekessége ennek a ilyen öntapadó lemez, párazáró lemez van, Ugye önök is biztosan ismernek ilyet, Általában milyen ragasztóanyag szokott rajta lenni? Bitumen, így van. Na most, ez a mi termékünk ez ö, érdekességképpen nem bitumenes. Miért fontos ez? Azért, mert adott esetben ugye ez a réteg, ezen réteg alatt már a beltér levegője lesz, igaz? Mindenképpen. Tehát, hogyha a bitumennel leragasztom, akkor a bitumen van a beltérben, ő érintkezik a beltéri felületekkel. Ha ez a beltéri felület adott esetben faszerkezet, akkor azzal mi fog történni? 2020. augusztus 25-én ragasztottam föl erre a papírra két ilyen terméket. Azt hiszem nem kell mondjam, hogy melyik a bitumenes és melyik a nem bitumenes öntapadó ö, lemezecske. Ez természetesen, hogyha kiveszem a tasakból, akkor orral is pillanatok alatt meg lehet érezni. <coughs> ugye, hát aki nem covidos. <coughs> Annak. Vagy hát nem tudom, hogy most a legújabb divat szerint egyáltalán zavarja az illatérzést a, a legújabb divat. Jó, akkor, akkor már nem. Nos, tehát ezek azok a dolgok, ami például, ha egy látszószarufás, faburkolatú uszodát akarok csinálni, akkor nem lesz túl szerencsés, hogyha ö, ott a néhány év alatt ez, ez a bitumen ez át fog difundálni a fán is. Tehát ezt nem fogjuk tudni megakadályozni, az illata meg azonnal megjelenik a beltérben. Éppen ezért például a Várpalotai uszodán a, az akril ragasztóanyagos párazáró réteg készült, és igen, igen szépen működik, kellemes és jól kivitelezhető csomópontokkal. A tervekben szóval lehetett volna egy kicsit légzárás szempontjából egy kicsit finomítani, de a helyszínen a kellhető csomóponti anyaggal nem könnyen, de orvosolhatóak voltak a, a tervezési nehézségek, vagy mondjam azt, hogy figyelmetlenségek. Pedig nagyon egyszerű lenne ezt megtervezni, kollégák. Tessék venni egy-két jellemző metszetet, fogni egy speciális, multimédiás piros ceruzát, megállapítani, hogy hol van a fűtött tér, és végighúzni ezt a piros ceruzát, és átgondolni, hogy vajon folytonos tud -e ott lenni az árás. egy -e fene nem muszáj piros ceruza. Nekem mindegy. A lényeg az, hogy vezessük végig, hogy vajon zárt az a csomópont, vajon megvalósul a légzárás, vagy esetleg ott valamit kézbe kell vegyek. És ugye a tipikus látszószarufás dolog, ez a fűtött tér, ott beszúr a a szarufa, ráadásul adott esetben kiszalad a kültérbe. Bizony, a légzárás itt, ez a 90 ában Magyarországon végigterítik a légzáró réteget az eresz vonalig, meg a vendégszarútól vendégszarúig. Az, hogy alatt a lambéria csupa luk, hát így járt. Majd utána ugye konyul le, a 80 centi vastagságú, 25-ös vagy 30-as ragasztott gerenda néhány év múlva, főleg ha 20 beszélünk. Tehát igenis, végig kell érjen, és itt át kell gondolni, hogy hogyan tudom átvezetni ezen a faszerkezeten, hogy ez zárt legyen, és elérje a külső légzáró réteget, amit ugye a tetősíkra tettem. Remélem, hogy volt egy-két érdekes gondolat ebben, ha Esetleg kérdésük van ezen a honlapon. Szívesen állunk rendelkezésre, megtalálják az elérhetőségünket.